Alexa, bedroom lights on. Okay. Slőn világosság. Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, kinek mi van, ugye? Üdvözlök mindenkit. Ez most egy ilyen vlog-szerű valami, mert kényszerűségből, mert hogy tartalmat nem tudod gyártani így este mennyi van, 3-12-kor. És kényszerűség azért is, mert problémák adódtak. Konkrétan az van, hogy a szekrényünk ma reggel az 8-kor megadta magát. Mondjuk amúgy is ilyen nagyon könnyű váltás volt, tehát már várható volt, hogy mikor mondjuk össze, tehát még szerencsénk is van azzal, hogy reggel 8-kor mondott össze. Csak ugye egész nap ezt basztattuk, és így elnézve nem túl sok sikerrel. Úgyhogy egy kicsi fáradt vagyok most már, ráadásul ugye rádióadásom is volt. Mondjuk úgy, hogy kevesebb sikerrel, mint amit gondoltam. Ennek Atisom a fő tanúja volt. És ebből adódik az, hogy úgy tűnik, hogy ugye a múltkori probléma az, amit mondtam, hogy a videómat nem tudom megvágni, mert nem működik egyik vágóprogrammal sem. Én azt gondoltam, hogy ez a vágóprogram hibbant meg, tehát mivel több vágóprogramot is kipróbáltam, és egyik sem működött úgy, ahogy kellett volna, már akkor gondoltam, hogy a gép lesz a hibás, és ezt ugye mondtam is a vlogban. Na most kiderült, hogy tényleg a gép a hibás, úgyhogy most ciki van, mert hogy amit szoftveresen tudok rajta segíteni, azt megpróbálom, ilyen töredezettségmentesítés meg hasonlók, de ha hardveresen is gondjai vannak, azon viszont nem fogok tudni én segíteni, mert ugye én nem értek hozzá, én nem vagyok IT-s. Az egy, az kettő, ha én szétszerelem, több és senki nem fogja használni ezt a gépet. Az három, jelen pillanatban még pénzem sincs arra, hogy fölbéreljek valakit, hogy ezt átnézze ezt a gépet, mármint manuálisan. Tehát nem távolról, TeamViewer-re, hanem manuálisan átnézze. Úgyhogy nem tudom, valószínűleg az lesz, hogy innentől kezdve több vlog lesz és kevesebb tartalom. De majd meglátjuk. Pénteken az biztos, hogy ugye mennem kell egy állásinterjúra Manchesterbe, és akkor annak kapcsán, ahogy mondtam, reményeim szerint ott a repülőtéri pályaudvaron tudok forgatni, és nem csak a szemeimet. És akkor abból lehet valami anyagocska, videócska, mert nem merek nagy tételben beszélni, csak így beszélgetve. Na, hogy a későbbiek formán hogy lesz, ez mondjuk annyiban befolyásolja, mármint a számítógép hibája, a kis szürke itt mellettem, szóval, hogy annyiban befolyásolja a londoni felvételeket, hogy ugye, mivel ezzel a telefonnal, mivel most ezt a vlogot veszem föl, ezzel szoktam fölvenni a videókat is, tehát ez, amíg működik, működik, ezzel nincsen baj, csak ugye megvágni, meg közzétenni ezeket a felvételeket nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy azt Móriczka elképzelte, hogyha tényleg hardveres hibája van a gépnek. Ha a szoftveres hibákat én meg tudom oldani, és utána működik normálisan, akkor hurrá, akkor nincs nagy gebasz. Ha nem tudom megoldani, akkor az már nagyobb ciki, mert akkor ilyen, hogy mondjam, tehát akkor valószínűleg azért érek félre, mert most gondolkodnom kell, hogy oldjam meg, de valószínűleg az lesz, hogy így minden nélkül, úgymond, tehát nyersen a nyers verziókat fogom föltolni, és akkor kvázi vlog formában fogjátok látni. Most, ha úgy veszük, akkor Bence is kvázi vlog formában szokta föltölteni újabban a videóit, tehát nem lesz egy idegen nektek, gondolom én. Legfeljebb csak a főcímek, meg a végén a hogy hiány fog hiányozni az outro. De hát meg lehet lenni nélküle. Mondjuk ez az én maximalizmusom, hogy én ilyen hülye vagyok, hogy nekem ilyenekre van szükségem. Na,
Jó, úgyhogy hát meglátjuk, hogy hogyan alakul a jövő, mármint a következő hetek. Ha sikerül helyrehozni, akkor azt majd úgyis látjátok videóformában. Ettől függetlenül a futó, szóval az elképzelt projektek azok nem maradnak el. Egyelőre minden megy a régi mederben, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Mondom, hogyha kvázi nyers vlog videókat láttok többet, akkor az azért van, mert most a gép még nem igazán funkcionál. Na, szerintem most ennyi így késő este elég. Aztán, ha van valami, akkor majd úgy is jelentkezem. Én köszönöm szépen a figyelmet, a lájkokat, a esetleges donációt. Aki megtalálta már a Vice-ot, és tudja, hogy kell használni, azt mondja el a többieknek is, jó? Na, köszönöm mindenkinek. Bye everybody. Alexa, bedroom light off. Okay.